A Jancsárker továbbra is népszerű a vásárlók körében. Az ide látogatók megtapasztalhatják, hogy az őstermelők vegyszermentes árui milyen kiváló minőséget képviselnek. A koronavírus járvány természetesen visszavetette a piac látogatottságát, de a szabályok betartásával továbbra is sokan választják az őstermelői termékeket. Minden szombaton mi a vásárlók rendelkezésre álltunk, tehát nem volt kivétel. Most már 10. éve, most már több mint 500 piacot tartottunk, ebben nincs semmiféle engedmény, még ha egy kicsit kevesebben is, egy kicsit megtörtebben is, akkor is a legfontosabb az, hogy a hozzánk kilátogató, egy 1500 vásárló megtalálja azokat a kedvenc termelőit, akiktől a megszokott termékeit megvásárolja. Jó hír a jancsárkerti termelő és biopiac vásárlóinak, hogy a tárgyalások eredményeképpen rövidesen megkezdődhet az épület felújítása, és a város szívében egy valóban 21. századi környezetben működhet tovább a piac. Számunkra fő kívülás, hogy hogy lehet ezt a hangulatot ebben a retro környezetből átmenteni majd egy újabb vásárcsarnokba, amelyik majd minden nap nyitva lesz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lesz, de én úgy gondolom, hogy az eladók, a vásárlók személyisége, az itteni várakozásai teszik azzá a piacot, amivé, tehát, vagyis mi magunk vagyunk a kulcs, hogy egy piac milyen hangulatú lesz, mennyire lesz szerethető. A szombati piacnapon ezúttal is árubőség fogadta a székesfehérváriakat. Az árak stagnálnak, a hírekkel ellentétben a húskészítmények, a zöldség, gyümölcstermékek ugyanannyiba kerülnek, mint az elmúlt évben.